Sziasztok! Ez egy nagyon fontos videó lesz, úgyhogy gyorsan el is kezdem. Röviden elmondom, miről is ez szó. Mama vs. másik mama, vagy ahogy tetszik, Juliska néni vs. Irma néni. El kell döntenetek, hogy ki a jobb mama. Ennyi a játék lényege. Rajtatok áll, szavazzatok, hogy ki a jobb mama. El is mondom, hogy hogy lehet szavazni. Ha Juliska nénire szeretnél szavazni, akkor feliratkozol. Ha Irma nénire akarsz szavazni, akkor lájkold ezt a videót. Ha Juliska nénire akarsz szavazni, de viszont már fel vagy iratkozva, akkor lájkold a videót, és írsz egy kommentet, hogy szavaztam Juliska nénire, csak hogy tudjam. Viszont az Irma néni tábora is írjon kommentet lájkolás után, hogy mindenféleképp írjatok kommentet és subboljatok, mert köztetek fogjuk kisorsolni élőben, ha megtudom, hogy hogy lehet élőzni, azt is írjátok meg, hogy kell. Az egyik nyeremény ez a mikrofon, vagy a füles RHA S500, ezt már régebben kisorsoltam, igen, de nem jelentkezett a nyertes, úgyhogy nálam maradt nyerni, ez 15 rongy egy ilyen jó kis karácsony ajándék lesz. A másik nyertes viszont a Suicide Squad eredeti moziplakátból kiszedett Will Smith embernagyságú plakát. De jó. Ilyen sehol nincs amúgy, úgyhogy ez nagyon nagy érték. Vitték volna vissza a stúdióba, de én megmentettem. Hatalmas nagy érték. Továbbá a boszorkányt is meg lehet nyerni. Ezek ilyen kartonpapírból vannak. Elég jó anyagú. Itt a boszorkány. És nem maradhat ki minden kedvence Harley Quinn. Margot Robbie, itt a lába egy kicsit ilyen, ezt majd meg kell ragasztanotok, hogy keményebb legyen. Igen. Ez az, tehát őt lehet megnyerni, ezt a hármat egybe, plusz a mikrofont, úgyhogy mindenféleképp szavazzatok. Lesz állásmutatás, ez a játék körülbelül 2-3 hétig fog zajlani, lesz állásmutatás, százalékokból ezt fogok százalékokat vonni, hogy like és sub, e között lesznek százalékok, épp szavazzatok, hogy megnyerhessétek. És most kezdődjön is a videó. Ha valami nem mondtam el, akkor kérdezzétek. Sziasztok! Első kérdés. Ki a jobb mama szerinted? Egyértelmű. Igen, mert ugye a másik mama is azt mondta, hogy ő a jobb. Tehát te szerinted te vagy a jobb mama, majd eldöntitek, hogy miben jobb. Első kérdés, mama. Egyszerű. Szerinted ki a jobb mama? Én. Egyértelmű. Hát mit gondoltál, hogy talán leócsárolom magam? Addig, amíg én nektek sütni főzni tudok, addig én még nem lehetek leírva. Így van. Addig én még nektek megcsinálok mindent, amit a szátokon kiejtitek. Második kérdés, mama. Kinek nagyobb szerinted a nyugdíja? Hát az enyém. Egyértelmű, nem? Mert azt mondja a másik mama, hogy neki pár száz forint, abból ugye több. Hát már az Attila is ott, már ott van, a fia ott van. Na de attól még nem nő a nyugdíja neki. Hát de csak odaadja, ad neki belőle. Hát igen. Azért. Tehát így több pénz jut neki, de a nyugdíja pár száz forinttal állítólag neki több, mert ő nagyobb lakásban lakik. Nem? Hát nagyobb lakásban lakik. Így. Következő kérdés. Na. Kinek nagyobb a nyugdíja szerinted? Hát valami pár száz forinttal nagyobb, de... A tied? Nagynak nem lehet nevezni. De a tied, ugye? Az enyém, hát menj, pár száz forinttal.
Hát de igen. Azt nem lehet nagy nyugdíjnak nevezni. Hát sajnos. Bár azóta se kapok abból egy forintot se. Mi? Azóta se kapok abból egy forintot. De persze, én nekem se tesz le a postás, egy fillét sem mellé. Hát, a postás hozzá és lehet. Ez egy fillét nem tesz, de az ember akárhova elmegy, mindenütt a borra valót várják. Hát, persze. Igen. Sok, alig tudom visszatartani magam, hogy nekem, majd ha egyszer a postás letesz oda nekem borra valót, akkor én is adok bárkinek. Így van. Na látod. Harmadik kérdésem a ki született előbb? Hát én. Igen. Én. Igen, ezt a másik mama is megerősítette, hogy másfél évvel előbb születtél. Másfél évvel. Tehát te születtél előbb. Igen. Így van. Következő kérdés. Na. Ki született előbb? Hát a másik nagyanyád. A másik? Egy évvel, ugye? Másfél évvel. A másfél. Következő kérdés. Ki tud több mindent főzni? Szerinted? Hát most már én nem főzök. Hát igen, mert most már ugye nálunk vagy, és néha rád nézünk, hogy mi a... hogy nincs a baj. De régen mennyit főztél? Hát én is főztem. Jó sokat, mi? Jó, mert apát is élt, nyitorvó, hogy dolgozott, és csak főztem. Hát igen. De a másik mama szerint ő tud többet főzni. Azt mondja, hogy ő rengeteget főz, és te nem tudsz főzni. Hát most már nem tudok úgy főzni. Persze, hogy nem tudok. Abban igaza van, hogy nem tudok. Hát igen. Következő kérdés. Ki tud több mindent főzni? Hát biztos nem a másik nagyanyád. Egyértelműen te tudsz többet főzni. Nem is tudod sose. Te tudsz főzni. Sose tudod se főzni, se sütni. Pedig azért tudod főzni. Nagy, a Miklós papád az hát szokott az főzni. De mama is tudott még kókusztekercset, palacsintát. Azt tudok, kókusztekercset. Tejbegríz, de hát már nem sajnos. Ja, tejbegríz, hát az a legnagyobb főzés tudomány. Hát igen. Az a legnagyobb tudomány. Pedig jó az. Jó az, hát főzök én neked ezután, ha eljössz ebédre. Jövök is tudom, legközelebb. Sokáig, hogy eljöttetek, tejbegriz kértetek tőlem is. És kukacos volt, emlékszem. De hogy volt? De a kakaóba a kukac tenyészett meg, tudod, mert nem volt lezárva. Nem. És ott mozgott benne. Nem. De. Nem. Következő kérdés. Ki volt a szebb fiatalon szerinted, mama? Én. Igen. Emlékszel még rá, hogy néztél ki? Hát emlékszem, persze. 20 évesen, hogy néztél ki mama? Szerint nagy melled volt? Nem voltam. Nem? Kicsi? Hát nem közepes? Olyan. Közepes. Nem olyan. Hát közepes. És a férfiak oda voltak, érted? Ugye mama? Igen. De még. A másik mamáért nem. Így van. De lehet, hogy azt ő megcáfolná. Ez a baj, hogy nem tudtalak titeket egybe rakni. Mert ugye te nem tudsz oda menni, mert ő meg nem jön ide. Ja. Tehát a válaszait milyen jó lett volna hallani. Meg ő is milyen jó lett volna a hallja a te válaszaidat. És akkor hatalmas nagy párbaj lenne. Szavazzatok! Mert kiderül, hogy ki lesz a jó mama. Szavazzatok! Na jó, következő kérdés. Ki volt vajon szebb fiatalon mama? Egyikünk se. Hogy? Mert a régi korban más volt a hajviselet? Ott van, nézd meg, vannak a fiatal. Nézd meg, milyen mennyasszony voltam. De olyan fiatal, hogy 20 éves. 20 éves, hát valahol van olyan fényképe is, hogy a fene tudja. 20 volt. Éves voltál? De nézd meg a esküvői képemet. Meg fogom nézni, de hát az nem 20 éves, hanem 50, nem? Következő kérdés, ma már csak 3 van. Kinek van több betegsége szerinted? Nem, most már nekem. Hát igen. Mert a mama azt mondta, hogy kettőféle gyógyszert szed. Igen. Kettőfélét szed, te viszont 4-et, nem? Na most új gyógyszereket írtunk fel, és 4. Este 3-at, reggel talán 4-et? Dehogy nem. Az 4, mert ugyanazt szedi reggel is, és tehát kb. 4-et szedsz, mama. Tehát igen, sajnos neked van több, illetve
nem sajnos, csak sajnos, hogy van betegséged, érted? Következő kérdés. Kinek van több betegsége, szerinted? Betegség az van, nekem is, neki is. De olyan kinek a több? Hát a fene tudja. Ki szed több gyógyszert? Én nem szedek, csak semmit nem szed. Csak kettőfélét szedek. Kettőfélét? Mama azt hiszem ötöt. Csak kétfélét szedek. Öt vérnyomásra, meg a szívre, ez az összes. Ja. Nem is írtak sehol, ilyába jártam az orvosokat, senki nem írt, mert nem volt rá szükség. Ja. Hát akkor valószínűleg itt te nyertél ebbe a kérdésbe. Következő kérdés. Ki nyerne Skanderba? Skander az a izé, amikor így elfogjátok egymás kezét, és akkor így lenyomjátok egymást, így erőbe, hogy így lenyomod, tudod? Ja. Ki nyerne? Ki az erősebb? Hát az a mamád. Mama, most már több ereje van, mi? Nem azért, hát ugye, azért neki nem fáj a keze, se semmilyen se. Ja, neked melyik kezed fáj? Ez. Az. Hát akkor mondjuk ezzel a kézzel szokás. Hát igen, itt ő nyerne. Következő kérdés. Ki nyerne Skanderba? Mi? Skander, tudod? Az a asztalra ráállítjátok a kezéteket, ja, és akkor... Jó, mamá, mi ez? Ó, hát igen. Le tudnád nyomni a mamát? Ilyen nem csinálunk. De nem tudnád lenyomni? Hát lehet, hogy le tudnám nyomni, most én erősebb vagyok talán, mint ő. Hát lehet, hogy most igen, ugye mióta történt a baj. Ő milyen? Ő sovány? Közepes. Közepes. Nem fogyott le nagyon? Nem. Milyen nem. A haja? Hát mind a tiéd. Fehér? Jó. Az enyém szürke. Hát ilyen hasonló. Az enyém szürke. Utolsó kérdés, mama. Szerinted ki az okosabb? Hát ő. Ő? Ő. Már most már ugye csak... Hát ő az okosabb. Hát okosabb, nem okosabb ő sem. Mert ő rejt, fejt, kereszt rejtvényt. Meg römi kártyáztam vele nemrég. Kártyáztam vele. Vele? Igen. Jó. Kártyáztunk. Úgyhogy... Tehát azt mondod, hogy ő az okosabb. De most már ő. De régen? Régen nem volt ő okosabb. Régen te voltál az okosabb? Persze. Mert le tudtad verni mindenbe, ugye mama? Jó. Ennyi. Utolsó kérdés. Ki az okosabb szerinted? Mind a ketten túl okosabb vagyunk. Mind a ketten, egy valaki csak okosabb. Hát szerintem én több mindent csináltam az életben, mint ő. De most jelen pillanatban ki lehet az okosabb? Még jelen pillanatban is én úgy érzem, hogy én. Akkor mennyi 3867 meg 9715? Ilyeséget beszélsz. Hát akkor szerinted, mama, te vagy a jobb, ugye? Persze, hogy én. Rendben van, elfogadtuk a kérdést. Ennyi volt a videó. Sziasztok! Iratkozzatok fel és lájkoljátok, ha tetszett. Sziasztok! Ez egy banda háború van, figyeld! És papucsos zoknis ember. Nagyon rád.